A fa alól az elnöki autó kibújik, Kennedy még sértetlen. Egy másodperc múlva a torka felé kap, ekkor érte az első lövés. A kormányzó ekkor még sértetlen, majd hátrafordul, és az elnököt keresi tekintetével, aki felkiált. Szent Isten, meglőttek! A gépkocsi tovább halad, és Connelly egy, de legfeljebb 1,8 másodperc múlva szintén megsérül. Lehetséges-e az, hogy két lövést egymás után 1,8 másodperc alatt adjon le valaki? Ez olyan rövid idő, amit teljes egészében ki lehet zárni. 1,8 másodperc alatt két lövés semmiképpen nem adható le. Egy vagy 1,8 másodperc alatt Oswald karkánóját nem lehetett újra elsütni. A bizottság tehát szembe került a logikus kérdéssel. Lehetséges, hogy különböző lövésektől sérült meg Kennedy és Connelly. Ezt a lehetőséget legalábbis egyenlő súllyal kellett volna megvizsgálni, annál is inkább, mert hiszen ez esetben két életben maradt koronatanú vallomása is e feltételezést támogatta. Spector, a Warren bizottság jogásza. Ön szerint, kormányzó úr, melyik lövedék okozta a saját mellsérülését? A második. Mivel indokolná ezt a következtetését? Véleményem szerint azért nem okozhatta az első, mert az első lövés hangját hallottam. Én nem ismerem éppen ennek a lövedéknek a pontos sebességét, de bármely lőfegyver lövedéke gyorsabban halad a hangnál. Tehát mikor az első lövés hangját hallottam, a lövedék már túl is lehetett rajtam. Viszont nekem, miután a lövést hallottam, még volt időm, hogy jobbra, majd balra forduljak, mielőtt bármit is éreztem volna. Connelliné elmondta, hogy jobbra fordult, s látta, hogy az elnök a torkához kap és összeroskad. Ezután jött a második lövés, amely a férjét találta. A két koronatanú vallomása nehéz helyzetbe hozta Ellen Dulles-t és a bizottság más tagjait. A kormányzó ahhoz túl későn reagált, hogy kizártnak tekinthessék, két különböző lövedék okozta az ő sebeit és az elnök első sérülését. Ahhoz viszont túl korán reagált, hogy ugyanabból a karkánóból származhatott volna a lehetséges másik lövedék. Tehát ketten lőttek, vagy ki kellett eszelni egy másik magyarázatot. Ez az utóbbi történt. Kidolgozták az egy lövés két találat elméletet. Eszerint az elnök és Connelly pontosan egy időben ugyanattól a lövedéktől sérültek meg. A hatodik emeletről kilőtt golyó hátul a nyakán találta az elnököt, elől távozott, borda, csukló és térd sérülést okozva a kormányzónak. A találatot gyakorlatilag egy időben kapták, de a kormányzó kicsit későn reagált. Csak hogy reagálhatott-e későn, Connelly? Milyen erővel találhatta el ez a lövedék a kormányzót? A 6,5 mm-es karkánóból kilőtt lövedéknek a sebessége 700 méter fölött van. A torkulati energiája 265 méter kilogram. Ez 100 méter távolságban körülbelül 210 méter kilogramra csökken. Ez még mindig igen nagy energia, ha figyelembe veszük azt, hogy egy ember élet kioltására alkalmas pisztolylövedék csak 50 méter kilogram körüli energiával rendelkezik. Szeretném megkérdezni, doktor úr, hogy lehetségesnek tartja-e, hogy egy ilyen energiával repülő lövedék olyan késői reakciót okozzon, mint amit a Warren bizottság állít? A tényekből megállapítható, hogy nagy eleven erővel csapódott be a lövedék Connelly bordájába. Az darabosan törte 10-12 cm hosszúságira. Ez olyan erős fájdalommal jár, hogy ezt azonnal észlelni kell, illetőleg érezni kell, és ennek megfelelő reakciót produkál a sértet. A fotókon jól látszik, hogy Kennedy elnök már jelzi a becsapódást, a sérülést, ugyanakkor Connelly még teljesen nyugodtan ül. Tehát itt időbeli eltérésnek kellett lennie a két lövedék becsapódásánál. A Warren bizottság saját kísérletei szerint egy lövedék, amely ezt a Connelly sebéhez hasonló sérülést okozta, ennyire deformálódott. Az a lövedék viszont, amit a kormányzó hordágyán találtak, és amely Warrenék feltételezése szerint a röntgenképen látott sérüléshez hasonló sebet ejtett a kormányzón, teljesen ép és sértetlen. Hogy mennyire hibátlan, azt a mi ellenőrző felvételünk is bizonyítja.
Az itt látható lövedéket kilövés után különleges eszközökkel vízben lassították le, és vattában fogták föl. Lehetségesnek tartja, hogy ezek a repeszek az itt látható lövedékből származnak. Egy teljesen épp lövedékből, amennyiben a képen látható szilánkok lemaradnak, minden körülmények között ez észlelhető. Ha a lövedék éppen maradt, úgy ezek a szilánkok arról semmiképpen nem származhatnak. A kérdés nem volt véletlen. A Varrel jelentés ugyanis nem tett közzé egy hallatlanul fontos dokumentumot. Azokat a fényképeket, amelyeket az FBI bocsátott a bizottság rendelkezésére. E fotók szerint Kennedy sebe ellentétben a bizottság álláspontjával nem a nyakán, hanem az akó felső peremétől 13,4 cm-nyire lefelé és a gerincoszloptól jobbra esik. Ugyanezt bizonyítja az FBI felvétele az ingről is. Ezeknek a fényképeknek teljesen megfelel az a rajz, amelyet a halott kémi vizsgálat közben James Humes készített, és ami ugyanott a háton jelöli meg az elnök egyik sebét. Érdemes hangsúlyozni, ez az egyetlen vizsgálat közben készült dokumentum. A többi eredeti feljegyzést, amely a vizsgálat alatt készült, megsemmisítették. Ha elfogadom azt, amit az FBI dokumentumai állítanak, hogy a becsapódási pont a nyakvonalától lefelé körülbelül 13-15 cm-nyire lehetett, ebben az esetben egy 18 méterről fölülről lőtt lövés távozhat-e elől a sérült Ádám csipkája alatt? Ez teljesen valószínűtlennek látszik, mert ebben az esetben a lövedéknek oly nagy mértékben kellett volna irányt változtatni, amit semmi nem indokol. A jelentés kritikusai az FBI adatai alapján szintén úgy vélik, ha az első lövés valóban hátulról és felülről érte Kennedyt, akkor a lövedék útja a testben csak ez lehetett volna. Ebben az esetben viszont ez a lövés nem sebezhette meg egyszer, mint Kennedyt is. Ha a hátul lévő seb tényleg a bemenőnyílás, akkor a fegyvert a kocsi mögött, a földön kellett, hogy elsüssék. Ennél sokkal logikusabbnak látszik azt feltételezni, hogy előlről, valami kis magaslatról, mondjuk a lugas melletti füves dombról lőttek. De ha a magányos gyilkos elmélete feltehetően hibás, gyakorlata az előbbiek szerint ellentmond a tényeknek, akkor honnan lőhetett a tettestárs? A választ a Varrel jelentés bírálói közül többen így adják meg. A füves dombról vagy a mögötte lévő autóparkoló irányából. Nem véletlen, hogy az elnöki kocsi és a domb között álló 10 ember közül 9 a dombocskát jelölte meg, mint ahonnan a lövések eldördültek. Nem véletlen, hogy ugyanezek közül az emberek közül többen a földre vetették magukat, s első reagálásként a füves dombra néztek, ahonnan érzésük szerint a lövések jöttek. Bobby Hargis, dallasi motoros rendőr, aki a díszkíséretben hátul haladt, amikor a gépkocsik elmentek előtte, szintén a füves domb felé indult. A dallasi sheriff két helyettese is a dombra tart, a titkosszolgálat két ügynöke szerint számukra a domb volt gyanús. Részben ezzel magyarázza, hogy a tankönyvraktár hátsó kiáratát csak körülbelül 15 perccel az esemény után zárta le a dallasi rendőrség. Lee Bowers, vasúti váltókezelő azt vallotta, hogy több rendőr és detektív rohant a dombra, de későn. Ő is és mások is fehér lőporfüstöt és gyanús mozgást észleltek a dombnál. És mögötte, ahol a dallasi rendőrség autói parkolnak. A vasúti felüljárón tartózkodó 13 fő közül egy sem volt, aki azt hitte, hogy a könyvraktár épületéből jöttek a lövések. 25 olyan tanú volt, aki a gyilkosság napján vagy másnapján vallomást tett, szóban vagy írásban. 22 azt mondta, hogy a dombról lőttek. De vallomásaikat a bizottság így intézi el. Nincs meggyőző bizonyíték, hogy máshonnan lőttek, mint a könyvraktárból. Arról a jelentés nem beszél, hogy a dombon gyanús mozgást észlelő tanúk többek között Julia Mercer, G.C. Price, Austin Miller és még igen sokan mások írásban adtak jelentést a dallasi rendőrségnek a gyilkosság napján vagy másnap. De bejelentéseikkel senki sem foglalkozott, és a Warren bizottság nem hallgatta ki őket. A domb mögött tartózkodó másik merénylő jelenlétére utal az itt látható kép is, amely ugyan a Warren bizottság birtokában volt, de elemzésével nem foglalkoztak, pedig a kép bal felső sarkában világosan kivehetők egy emberi alak kontúrjai, aki jobb karját feltehetően a fegyver tusáján tartva éppen az elnöki autóra céloz.
A kép az elmúlt napokban jelent meg az egyik amerikai magazinban. Az események leírásában és értékelésében tehát a Warren jelentés hibát hibára halmoz. Koronatanúkat hazudtol meg, fontos tanúkat nem is hallgat meg, dokumentumokat és fényképeket szándékosan elsüllyeszt. A Fehérház Johnson sürgeti a bizottságot, közelednek a választások, és az egyik nagyadó a jelentés kell legyen. Ez a sietség, kapkodás a hibák egyik forrása. A másik okot Rankin, a bizottság főmunkatársa fogalmazta meg. Nem azért vagyunk e helyen, hogy nyitogatni, hanem hogy becsukni próbáljuk az ajtókat. Az ajtók becsukása politikai feladat. Amikor a magányos gyilkos elméletét felállították, már ezt akarták megoldani. A bizonyítás, mint láttuk, valójában nem sikerült. És most látni fogjuk, nem tudták hitelt érdemlően bebizonyítani azt sem, hogy Oswaldnak nem voltak kapcsolatai bizonyos reflektorfényen kívüli állami szervekkel. Oswaldot ismerte, és mint gyanús szemét szemmel tartott az FBI, de az elnök látogatásakor hogy-hogy nem, senki sem ügyelt rá. A szövetségi nyomozó iroda az FBI először 1962. júniusában hallgatja ki Fort Worthben, majd másodszor ugyanennek az évnek augusztusában. Mindkétszer Szovjetunió beli útjáról faggatják. 63. májusában, annak ellenére, hogy kifejezetten kommunista gyanús elem, azonnal útlevelet kap, amikor Mexikóba akar menni. Ehhez szintén az FBI hozzájárulására volt szükség. A gyilkosság előtti időben november 1-én és 5-én a lakás adónőjénél, Mrs. Payne-nél érdeklődött utána az FBI. 3 nappal az elnök gyilkosság előtt az FBI Washington központja egy fényképet és egy jelentést továbbít Oswaldról saját dallasi fiók irodája címére. A küldemény a végzetes napon, november 22-én érkezett meg, és akkor már későn. A dallasi FBI egyetlen gyanús személy nevét adja meg 10 nappal korábban az elnök biztonsági szolgálatának, de az illető nem Oswald. Mintha valaki szeretné, hogy ez a fickó a látogatáskor szabadlábon legyen. Azonban menjünk tovább. Oswald noteszében megtaláltak egy dallasi FBI ügynök James Asti nevét, telefonszámát, címét és gépkocsijának rendszámát. Az FBI, mint ezt később egy igazoló jelentésben elismeri, ezeket az adatokat törölte arról a címlistáról, amit Oswaldi jegyzőkönyve alapján a Warren bizottság részére összeállított. Warren főbíró 1964. január 23-án elutazik Dallasba, ahol Wagoner Carr államügyész és Henry Wade körzeti ügyész megerősítik, hogy a hírek szerint valami kapcsolat volt Oswald és az FBI között. Ellen Sweatt, a dallasi sheriff hivatalának bűnügyi osztályvezetője közölte Alonzo Hutkins újságíróval, hogy Oswald az FBI-tól havi $200 kapott, és hogy a fedőszáma S-172-es volt. Warrenék megelégedtek az FBI vezetőinek és tagjainak ünnepélyes tagadó nyilatkozatával, és sem Hutkins, sem Sweattet senki nem hallgatta ki ezzel kapcsolatosan. Oswald 1961-ben a Szovjetunióban járt. Ott dolgozott, ott is nősült. Nem kellett tehát valami nagy fantázia ahhoz, hogy egyesek úgy véljék, ideális figura egy nagyszabású szovjet ellenes provokációhoz. Tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államokba való visszatérte után a CIA, az FBI, vagy mindkettő megbízásából előbb egy Kuba ellenes provokációban, majd egy Kuba melletti röplaposztogatásban vesz részt, amit valaki véletlenül meg is örökített. A Kubát támogató röpcédulákat az utcán osztogatja, de egy televíziós vitában is hallatja szavát Kuba mellett. Egy szóval, akár azt is rá lehet fogni, hogy Fidel Castro utasítására cselekedett, amikor a lövéseket leadta. Ennél ideálisabb bűnbakot egy jobboldali összeesküvő társaság nem is találhatott volna. Hogy a bűnbaknak szánt Oswaldot, mint mondani szokás, jó előre eláztatták, az a Warren jelentésből tulajdonképpen félreérthetetlenül kiderül. Azonban nézzük a tényeket. A gyilkosság előtt egy Irvingi fegyverkereskedésben megjelenik egy fiatal férfi, és távcsövet szereltet a karabélyára. A kiállított javítási szelvényre rávezetik a nevét. De az illető fennhangon külön is közli, hogy Lee Harvey Oswaldnak hívják.
Az FBI utólag ellenőrzés hitelesnek találja a javítószelvényt, de a fegyver típusa nem stimmel. A könyvraktárban nem ezt találták meg. És a kérdéses időben Oswald a munkahelyén dolgozott. A Varey jelentés ebből nem arra következtet, hogy valaki szándékosan visszaírt Oswald nevével, hanem hogy Oswaldnak esetleg volt egy másik fegyvere. 1963. november 7-én és 9-én, valamint 17-én és 20-án többen látnak egy Oswaldra hasonlító férfit az Irving, illetve a Dallas környéki lőtereken. Valakinek be is mutatkozik, mint Lee Harvey Oswald. Mástól távcsövének igazítását kéri. Kitűnő lövőnek látszik, és egyetlen furcsa dolgot művel. Minden kilőtt hüvelyt összeszed, és egyet sem hagy a helyszínen. A Varey jelentés a fenti tényeket megállapítja. Lehetségesnek tartja, hogy a szemtanúk ugyanazt az embert figyelték meg, bár a fegyvere ennek sem volt azonos a gyilkos Carcanóval. Megállapítják azt is, hogy a kérdéses napon Oswald dolgozott, vagy a feleségével volt, amit mások is igazoltak. Az eszébe sem jut a bizottságnak, hogy valaki, aki Oswaldra hasonlít, visszaélt a nevével, és szándékosan igyekezett jó előre bűnjeleket hagyni a valódi Oswald bűnösségének bizonyítására. November 9-én egy dallasi autóüzletbe betér egy fiatal férfi, és egy kétajtós Mercury Comet kocsit akar venni. Az üzletvezető társaságában ő maga ki is próbálja, 90-100 kilométeres sebességgel vezetve az autót. Közli, hogy 2-3 hét múlva nagyobb összeghez jut. Lee Oswaldnak nevezi magát, és ezt az üzletvezető fel is írja. Pontosan ugyanezt vallják a bolt segédei is, sőt elmondják, hogy amikor azt közölték az állítólagos Oswalddal, hogy részletre csak folyamatos munkaviszony igazolásával kaphat kocsit, az illető kijelentette. Na hát, akkor lehet, hogy Oroszországba kell visszamennem, ha autót akarok vásárolni. A bizottság megállapítja, hogy a leírt férfi hasonlított ugyan Oswaldra, de már csak azért sem lehetett Oswald, mert ő nem tudott autót vezetni. És a kérdéses időben a családjánál tartózkodott. Az, hogy valaki, aki hasonlított rá, visszaélt Oswald nevével, nem szerepel a bizottság következtetései között. Ezek után jogosan merül fel a kérdés. Ki lehetett az áll Oswald? Az ügyben magánnyomozást végző személyek, például Mark Lane, New Yorki ügyvéd, Joachim Jössen, és mások szerint az áll Oswald valószínűleg Larry Crawford, Jack Ruby egyik alkalmazottja volt. Crawford meglehetősen hasonlított Oswaldra, és az elnök gyilkosságot követő napon eltűnt Dallasból. $7 a zsebében, anélkül, hogy többi kollégájának egy szóval is jelezte volna, elindult Michiganbe. Amikor később kihallgatták, azzal indokolta tettét, hogy összeveszett Rubival, és elege volt a főnökéből. Csak hogy menekülés előtt egy órát tanácskozott az utált főnökkel, Rubival, aki saját kocsiján vitt el a Carousel klubba. Crawford egész tevékenységét, mozgását a novemberi hónapban a bizottság egyáltalán nem vizsgálta meg. Az autókereskedővel, a fegyverjavítóval, a lőtéri ismerősökkel nem szembesítették. Hogy az összeesküvés, amelynek Ruby épp úgy részese lehetett, mint Crawford, az áll Oswald, messzire kiterjedhetett, meggyőzően bizonyítja az, ahogy november 22-én kiadták a körözést az ismeretlen gyilkos ellen. A Varey jelentés szerint a 12 óra 45 perckor kiadott pontos személy leírás forrása minden valószínűség szerint Howard L. Brennan gőzfűtés szerelő, aki lentről látta az 5. emeleten tartózkodó két néger munkást és a 6. emeleti ablakban a fegyveres férfit. Ő adta meg, hogy az illető körülbelül 30 év körüli sovány férfi, 165 cm magas, 75 kg körüli súlyú. Csak hogy a 6. emeleti ablak így fest a gyilkosság percében készült eredeti felvételen, s még az 5. emeleten a két néger munkás még megfigyelhető, egy kitűnő szemű ember sem tudná pontosan leírni azt, aki a 6. emeleten az ablak mögött áll. Brennan pedig ráadásul szemüveget hord, ami viszont a téren nem volt vele. Másrészt Brennan kijelentette, hogy ő körülbelül 10 perc múlva a titkos szolgálat Sorrells nevű ügynökének adott személy leírás. Sorrells viszont a bizottság előtt, mint tanú, azt állította, hogy ekkor még az elnökkel együtt a kórházban volt, és a körülbelül 30 perc múlva tért vissza a Tetszín helyére.
A rádiogramot a helyszínről a dallasi központnak leadó nyomozó eskü alatt tett vallomásban nem emlékszik vissza a forrásul megjelölt Brennanre, ami azért furcsa, mert Brennan a mi bányászainkhoz hasonló védősisakot viselt, tehát egészen feltűnő jelenség volt. A nyomozó szerint a személyi leírást egy ismeretlen szemtanútól kapta, hogy ki volt ez ismeretlen szemtanú, aki szinte centire és dekára pontosan Oswald adatait adta meg, a nyomozónak nem tudjuk. Az sem biztos persze, hogy az illető egyáltalán létezett, hogy nem a nyomozó találta ki. Az sem biztos, hogy azokat az adatokat adta meg, ami a körözésben szerepelt. Hiszen egy ismeretlen szemtanút sajnos nem lehet szembesíteni a körözést kiadó detektívvel. Egy dolog viszont biztos. Annak, aki ezzel volt megbízva, már az első negyed órában sikerült a kiválasztott bűnbakra, Oswaldra terelni a gyanút. Az összesküvő társaság, amely az elnökgyilkosságot valószínűleg megszervezte, úgy tűnik 3 év óta sem oszlott fel. Azoknak a dallasi tanúknak egy részét, akik a hivatalos verzióval nem egyező vallomásokat tettek, nem egy esetben megfenyegették. Ismeretlen telefonálók írtak elő hallgatást a számukra. Többek között ez történt Wilma Tice kisasszonnyal, Joanne Hill-lel, SM Holland vasutassal, Orán Brown-nal és másokkal. Marina Oswaldot az FBI deportálással fenyegette meg, de volt, akinél nem lelki pressziót alkalmaztak. Albert Bogard autókereskedőt vallomás tétele után ismeretlen tettesek úgy megverték, hogy kórházba került. Az események menetében az egyik legsebezhetőbb pont Tippit rendőr meggyilkolása lehet. A leleplezéstől úgy látszik, ezen a ponton félnek egyesek, mert az esettel kapcsolatban lévők különös módon mind távoznak az élők sorából. Nézzük csak. Helen Markhamról, az egyetlen tanúról, aki azt állította, hogy Tippit gyilkosa Oswald volt, saját fia azt mondta az FBI-nak, hogy krónikus hazudozó. 3 nap múlva a fiút letartóztatja a dallasi rendőrség, és állítólag menekülés közben 6 méterről a betonra zuhanva megsebesül. Egy másik szemtanú, Warren Reynolds, autókereskedő, Oswaldot először nem azonosította Tippit gyilkosával. 2 nappal vallomás tétele után fejbe lövik, hajszálon múlik az élete. Aki merénylőjének alibijét igazolja, a striptease táncosnő Mooney gyanús körülmények között a dallasi rendőrségi fogdában öngyilkos lesz. Domingo Benavides szintén ott volt a helyszínen Tippit meggyilkolásakor. Mint kamionsofőr, 1 méterről a volán mellől nézte végig a történteket. Vallomás tételekor nem vallott Oswaldra, nem azonosította a rendőrgyilkossal. 3-szor követtek el merényletet ellene. Bátyját helyette tévedésből az egyik támadás idején szíven lőtték. Maga Benavides eltűnt otthonából, halottá nyilvánítása folyamatban van. Dorothy Kilgallen, az egyik legismertebb amerikai újságírónő több elemző cikkében kétségbe vonja, hogy Oswald ölte volna meg Tippitet. 1965. novemberében holtan találják a lakásán. Az ő eltávolításának másik oka az lehetett, hogy ő volt az egyetlen újságíró, aki 4 szem közt beszélt a börtönben Rubival, aki elmondotta neki, hogy merénylettől fél és szeretné, hogyha Washingtonba szállítanák. Oswald elnémítása után november 24-én este Rubi lakásán 5 ember találkozik. Rubi lakótársa és ügyvédjén kívül 3 ember vesz részt a kupak tanácson. Tom Howard ügyvéd, James Kurt, a Dallas Time Herald munkatársa és Bill Hunter, a Long Beach Press riportere. Howard a hivatalos verzió szerint szívroham következtében hal meg, 1965. márciusában. Kurtet 1964. szeptemberében dallasi lakásán ismeretlen tettes meggyilkolja. Huntert 1964. áprilisában egy kaliforniai rendőrőrsön véletlenül agyonlövik. William Willey, az a taxisofőr, aki Oswaldot 22-én a lakása felé szállította, és aki azt vallotta, hogy Oswaldot a szembesítéskor sihederekkel állították egy sorba a dallasi rendőrök, 1965. december 18-án autóbaleset áldozata lett. Lee Bowers, vasutast, aki a füves dombon gyanús alakokat látott, szintén autószerencsétlenség éri.
A véletlen halál esetek közt valószínűleg megvannak az összefüggések. De, és ezt Dallasban is tudják, a kapcsolatot egyelőre nem lehet bizonyítani. Az erőszakos halál az Egyesült Államok egész területén oly gyakori. Miért éppen a dallasi szereplők közül ne szedni áldozatait? E különös halálesetek sora még mindig nem zárult le. Jack Rubinak, akit ezen a felvételen még ítélethirdetésre visznek, meg vannak számlálva a napjai. Ruby márciusban kellett volna, hogy újból bírái elé álljon. A lehetséges összeesküvés lehetséges koronatanúja azonban az orvosok szerint már valószínűleg nem éri meg a márciust. A dallasi rendőrség és személy szerint Bill Decker sheriff ismét nem tehet semmiről. A halálosan beteg Ruby nincs olyan állapotban, hogy az újabb vizsgálatot lefolytathassák. Rubyt már a legjobb szándékú sheriff sem hallgathatja ki. Aki beszélhetne, Oswald 3 éve halott. A legbizalmasabb anyagokat a Warren Bizottság 75 évre bezáratta az Egyesült Államok Nemzeti Archívumának páncélszekrényeibe, s lehet, hogy valóban ott fognak pihenni 2039-ig. De vannak olyan bizonyítékok, amelyek bele sem kerültek a jól őrzött páncélszobákba. Többek között azok a fényképek és röntgenfelvételek, amelyeket a meggyilkolt elnökről készítettek a halott kémi vizsgálat során. Ezeket Robert Kennedy, az elhunyt elnök testvére nemrég az állam rendelkezésére bocsátotta. E felvételek szakértő elemzése részben választ adhat egy sor ellentmondásra, amelyre mi is igyekeztünk felhívni az önök figyelmét. Megerősíthetik a Warren jelentés bírálóinak jogos kételyeit, vagy eloszlathatják azokat. Általuk közelebb kerülhet talán az igazság, amelynek teljességét persze a nagyra törő Kennedy szenátor politikai ambíciói és a Johnson kormányzat érdekei egyaránt korlátozhatják. Részben választathatnak, de e röntgenképektől függetlenül a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján változatlanul nyitott a kérdés, amelyet adásunk címében tettünk fel, és amelyet éppen az előbbiek alapján talán így lehetne módosítani. Kik ölték meg Kennedyt? Ezt a filmet először éppen 17 évvel ezelőtt mutatta be televíziónk. A sors kegyetlensége, hogy most nem Varga Jósköblit önök előtt, hanem én mondom el azt, amit még feltétlenül hozzá kell fűzni a látottakhoz. Mindenek előtt bizonyosan fölmerült önökben is a kérdés, hogy vajon ma is helyese az az elemzés, amit az elnökgyilkosságról adtunk. Annál is inkább, mert hiszen, mint hallották, a Kennedy család a kutatók rendelkezésére bocsájtott néhány röntgenfelvételt, fotókat, feljegyzéseket, amelyek esetleg teljesen új megvilágításba helyezhették a gyilkosság körülményeit. Amikor 2 hónappal ezelőtt beültünk a vetítőbe, hogy megnézzük a filmet, én is szorongtam kissé, vajon nem cáfolták-e meg sok akkori állításunkat. Nos, elárulhatom, hogy a Kennedy hátán lévő lőtsebről volt egy téves következtetésünk, de a valóság csak erősíti azt az állításunkat, hogy nem lehetett egyetlen ember műve a dallasi gyilkosság. Ezen a képen az a bizonyos hátsebb látható, amelyről a szakértők azt mondták, hogy ha ezen a ponton lépett be, és Kennedy torkánál lépett ki a lövedék, akkor a puska a kocsi mögött kellett legyen a földön. Csakhogy ez a hátsebb csak egy ujjnyi mély, és nincs kijárata, ami az itt behatolt lövedék eltávozhatott volna az elnök testéből. De a seb mélyében sem volt ott a golyó. A boncolóorvos azt hitte, és ezt le is írta, hogy ez a lövedék feltehetően szívmasszás közben nyomódott ki valahogy Kennedy testéből. Na már most, ha van egy halálos fejlövés, ha van egy csodalövedék, ez már a második puska golyó, amely Kennedyn keresztül menve Connallyt 3 helyen megsebezte, majd teljes és épségben előkerült a kormányzó hordágyáról, ez ugye már 2 golyó, ha van egy teljesen céltévesztett 3. s egy 4., ami Kennedy hátába fúródott, akkor ugye bár 4 lövést adtak le, és akkor kellett, hogy legyen egy másik merénylő is. Az idők közben előkerült legújabb bizonyíték is ezt igazolja. Kiderült ugyanis, hogy a Kennedy kíséretében lévő motoros rendőrök egyikének be volt kapcsolva a rövidhullámú adókészüléke, és ennek minden hangját rögzítették a merénylet ideje alatt a központban. Az Egyesült Államok képviselőházának különleges bizottsága 1978-ban ezt a hangszalagot kiadta elemzésre ugyanazoknak a szakértőknek,
akik a Watergate ügyben kulcs szerepet játszó fehérházi hangszalagokat vizsgálták. Az ő elemzésük szerint egy negyedik lövés is eldördülhetett az említett füves dombról. A szakértők eredményeit ezután két másik akusztikussal vizsgáltatták felül. Ezek újra játszották az eseményt, újra leadatták a lövéseket, bemikrofonozták az egész déli plázát, és utána számítógép segítségével egybevetették a motoros rendőr hangfelvételét a sajátjukkal. Az eredmény 95%-os biztonsággal kijelenthető, hogy a füves dombról is lőttek. Ezek után persze már más megvilágításba kerül annak az 54 szemtanúnak a vallomása, akik mind azt állították, hogy a lövések egy része a füves dombról jött. A füves dombról minden bizonnyal lőttek. Erre a következtetésre jut David Lifton, amerikai kutató is, aki 1964-től kezdve 15 éven át foglalkozott az évszázad gyilkosságával. Az eredmény egy 700 oldalas könyv, és az általában kibányászott fantasztikus részletek bizonyos összefüggései, ha nem is világosak, de nagyon fontosak. Nem deríthető ki például, hogy az elnök holtteste, amelyet a gyilkosság színhelyén fehér lepedőbe csavartak és egy mázsássúlyú díszkoporsóba tettek, miért érkezett Washingtonba később egy közönséges, olcsó fémládában, tehát nem abban, amit most önök látnak, és egy fehér lepedő helyett egy cipzáros katonai halottas zsákban. 15 évi munka után sem világos, hogy az elnök elleni összeesküvés szálai mennyire messzire vezettek. Mert hogy összeesküvés volt, az már alig havítás. Hogy legalább két orvlövész volt, az is bizonyosnak látszik. A négy lövésből kettőt valószínűleg a füves dombról adtak le, és a másik kettőt hátulról a tankönyvraktárból. De Oswald valószínűleg nem is lőtt. Aki hátulról talált, az egy valódi mesterlövész kellett legyen. Emlékeznek ugye a filmből Jesse Curryre, a dallasi rendőrfőnökre, aki a világgal első ízben közölte, hogy a feltételezett gyilkos Lee Harvey Oswald. Nos, Curry 1969-ben könyvet írt a Kennedy gyilkosság dossziéja címmel. Curry ebben kijelenti, hogy sem a tárgyi bizonyítékok, sem a szemtanúk vallomásai nem jelzik pontosan, hogy mi történt a tankönyv raktár 6. emeletén. Azaz, hogy Oswald ott volt egyáltalán, és kikezelte a gyilkos fegyvert. De ami a legérdekesebb, idézem, az a parafin lenyomat, amit Oswald jobb arcáról vettünk, semmiféle az elsütött puska lőporából származó nitrátot nem tartalmazott, egyáltalán nem bizonyította, hogy Oswald lőtt a fegyverből. Hadd tegyem hozzá, a parafin próba tulajdonképpen kétségtelenítette, hogy nem ő lőtt. Ez az eljárás ugyanis kimutatja a legkisebb szennyeződést is, hiába mosta le magát akár suroló kefével is az illető. Oswald maga is végig azt mondta, hogy balekként használták. Hát igen, balek volt, akire mások helyett ráhúzzák a vizes lepedőt, aki, mint a kékfényben mondják, kénytelen mások helyett elvinni a balhét. Hogy Oswald kik helyett vitte el a balhét? Nos, hadd idézek ezzel kapcsolatban valakit, aki bizonyára sokaknak meglepetés lesz. Nekem is az volt. Lyndon Johnsonról van szó, aki Kennedy alelnökéből lett elnök a gyilkosság napján. Johnson, aki 1969. januárjáig volt az Egyesült Államok elnöke, 1971-ben interjút adott egy Leo János nevű magyar származású újságírónak. Az Atlantic Monthly-ban megjelent szöveg szerint kávézgatás közben Kennedy elnökre fordult a szó, és Johnson kifejtette, úgy hiszi, hogy a dallasi gyilkosság egy összeesküvés része volt. Soha se hittem, hogy Oswald egyedül lépett akcióba, bár azt el tudom fogadni, hogy a ravaszt ő húzta meg. Johnson elmondta, hogy amikor hivatalba lépett, rájött, hogy, ahogy mondta, egy istenverte gyilkossági részvénytársaságot üzemeltetünk a Karibi térségben. Johnson azt spekulálta ki, hogy Dallas megtorlás volt azért, mert Kennedy letiltotta a CIA által működtetett gyilkossági csoportot, amelynek Havannában kellett volna üzembe lépnie. Tegyük hozzá, Johnson jól spekulált, a maffiát, amely Castro előtt egész Kubát kézben tartotta, óriási anyagi veszteség érte a kubai forradalom győzelmével, a maffia szállodahálózatának államosításával, a játékkaszinók felszámolásával, a Kubába irányuló turista üzletág megszüntével. Az, hogy Kennedy leállította akcióikat, mert változtatott kubai politikáján, és az, hogy Robert Kennedy, az elnök öccse, mint igazságügyminiszter sikeres hadjáratot indított a maffia ellen, mindez bosszúért kiáltott. Csak az alkalmas embereket kellett megtalálni, akik a gyilkosságot végrehajtják. És egy alkalmas bűnbakot, egy beugratható balekot,
akire rákenhetik az egészet. Rákenhetik úgy, hogy egy kommunista, Castro-barát, szovjet ügynök művének tűnjék az egész. De tökéletes büntény nincs. Oswald, akit a TED színhelyén valószínűleg csak a véletlen mentett meg attól, hogy bűntársai lelőjék, esetleg az öngyilkosság látszatát keltve. Szóval Oswald nem halt meg az elnökkel egy időben, ezért óriási zűrzavar támadhatott az összeesküvő között. Ruby oldotta meg a dolgot azzal, hogy lelőtte őt. Ruby viszont nem volt balek, tudta, hogy hallgatnia kell. Nem is beszélt 3 éven át. Amikor átszállítását kérte Washingtonba, azzal, hogy fél a texasi börtönben, megpecsételődött az ő sorsa is. De, mint láttuk, halomra gyilkoltak már mindenkit, aki az összeesküvésről tudhatott. A gyilkosságot követő 3 éven belül 17 olyan tanú vesztette életét különleges körülmények között, akik tudtak valamit a gyilkosságról, illetve annak előkészületeiről. Hogy ez a 17 haláleset véletlen lett volna? Kérem, képzeljenek el egy lottószelvényt, amelyen nem 90, hanem 657 szám szerepel. Hogy egy ilyen fantasztikusan megnehezített lottójátékban egyetlen tippel 5 találatot érjen el valaki, ennek mérhetetlenül kicsiny a valószínűség.